Sziasztok, itt Géta Máté beszél. Az előző részben elkezdtük ezt a klassz kis sorozatot, ami a Rossz út címet kapta. Hát igazából annyi történt, hogy elmentünk dolgozni, hazamentünk, aztán meg a párunkat rajta kaptuk azon, hogy lefeküdt a volt férjével, férjét lelőttük, és most 5 év börtönbüntetést kaptunk, közben meg az esküdtcég, az nem tudom, hogy milyen, nem tudom, hogy ez milyen esküdtcég volt, hogy ordibálta nekünk, hogy remélem meghalsz a börtönbe, meg izé, meg megerőszakolnak, meg lyukat széthúzzák, na jó van, elég volt a mocskos perverzióból. Itt hagytuk abba. Rossz út, első évad, harmadik rész. Úgyhogy most valószínű a shitre kerülünk, hogyha minden igaz. 1997. május 27, 11 óra. Jó, akkor még honvába sem voltam, mert 98-as vagyok. Április 16. Északi Szamandrászi bázis, mi van? Öt évet csak kibírok itt, nem látszik ijesztőnek a fülnek. Üdvözlöm Önöket, uraim! A nevem Jack Hilday őrmester, de csak Hilday őrmesternek hívjanak. Ez a legszigorúbb börtön az egész államban. Valaki nem viselkedik? Gumibotozást kap. Eddig mindenki elmehetett, de lehet, hogy maguk közül nem mindenki éli túl. Hehe. Mondanám a szabályokat. Az első, kötelező minden őrnek köszönni, a második... Aki nem alszik el időbe, az is gumibotot kap. Istenem, olyan hamar eltűnik amúgy a szöveg. Nos, ennyi elég lesz nektek, no indulás. Öcsém, pár perccel később. Hát a sitre kerültünk. Hali, jó lenne, ha mi ketten együtt lennénk, mert senki sem jár itt egyedül. Rendben van, de megmondod a nevedet? Esteban Jimenez, és a tiéd? Devin Cloyd, amúgy miért kerültél ide és mennyi időre? Fegyveres rablásért 2,5 évet kaptam. Gyilkosságért, de igazából véletlen volt, 5 évet kaptam. Véletlenül lelőtte. Értem. Hát figyelj, ott egy... Jó. Francba már olyan hamar eltűnik a szöveg. Na mizuköljök. Kérlek, gyorsan csináljátok, amit akartok. Nyugi van, kölyök, csak mondd meg a neved. Ó, hála az Istennek, a nevem Glenn Peterson. Az enyém Devin Cloyd, a barátomé Esteban Jimenez. Miért kerültél ide? Megvertem 3 bandatagot, és az a baj, hogy ők is itt vannak. Nyugodj meg, Glenn, megvédünk téged, jó? Mi verekedésért bezárták egy maximális biztonságú börtönbe. Köszi fiúk, bemutatok pár bandát. Ott van a Mexican Boys, vezetőjük valami hülye fasz. És ott van a Black Niggas, a vezetőjük Peter Jenk. Végül az ott a dealers, ők hozzá be valahogy a drogot a börtönbe. Jaj, ne, itt vannak azok. Na mi van, köcsög? Több köcsögöd is van? Istenem! Ennyi? Hát ez... Csak nézni kellett, meg olvasni. Jó, oké. Negyedik rész. A Rossz út első évad, negyedik rész. Na igen. Itt már remélem lesz is valami. Na jól van, fiúk, kérlek menjetek innen el. Kérlek menjetek innen el. Kus van, fehérkem, mi most a köcsögöt jöttük megverni. Értem én, de én ezt nem fogom hagyni. Tényleg? Akkor ebből 3v3 lesz, nem? Lehetséges, de én nem akarok gumibotozást. Nem baj az, küzdjünk! Adjak egy lövést, Hilday? Nem kell, kíváncsi vagyok erre. Az animáció vége. A sétálás animáció véget vágnak, amúgy szerintem ilyen hülye pofát. Ha majd csinálom a dujomot, azt lehet, hogy ki fogom addig venni. Verd meg őket! Áj, most a köcsög lennék, beírnám a fegyvercsitet, azt lövöldöznék. Csát, mi van? Hogy ízlik? Ezt a buzit akarom elintézni. Mi van? Te is kérsz? Há? Ah, közben taposom. Te is kérsz? Azt csak ott áll. Hey, ho! De ezt a legnehezebb elintézni. Biztos ez a főnök. Puff, pif. Jó, van, őt nem ölöm meg. Jó, ennyi volt. Ügyesek, nem? Az a fej. Hát az mindent visz. Hát én azt hittem, csak a nekem lesz ilyen animáció. Basszus, nem ez, hogy izé még a többi karakternek is. De ez csak a Desire of Vision-ben van egyébként így. A sima single-ben normálisabb. Hazugság, csaltatok. Bugyóban hol lehet csalni? Hát amúgy ja. Közben a hullák meg ott vannak a háttérben. Glennről le lehet szállni, értve vagyok? Jól van. Igen, jól van. Ahogy nézem, jól tudtok verekedni. Olyan szomorú feje van a rendőrmesternek. Hát ezt leprint screenelem. Szívesen, Devin. Aha. Honnan tudja a nevemet? Most te vagy itt az egyetlen, aki embert ölt. Én mindig ismerem azt, aki ölt. És egyébként én vagyok Gracie apja. Az igazi neve Gracie Hildé. Hú, maga Gracie apja? Szép lánya van. Ah, csak jó, megcsalt. Tudom én. Jól bánsz vele? Igen. Nagyon szépen bánsz vele, igaz, hogy kinyírtad a csávót, akivel kefélt, de... Devin, holnap reggel szeretném, ha itt lennél ennél a toronynál. Rendben? Rendben. Jól van akkor, most behette. Na, mondjuk ez nem is volt egyébként rossz. Javarész bejátszás volt. Jó, de mondjuk börtönben mit csinál? Na jó van, kiszakak a börtönből, csőztök. Oké. Hát mondjuk ebből két külön részt csinálni, ez hülyeség lenne, ez jó rövid lenne. Másnap 6:00. Szerintetek mit akar tőlem Hildé? Biztos szexet. Biztosan a lányáról akar veled beszélni, ebben biztos vagyok. Lehetséges, de én már nem annyira szeretem Gracie-t. Miért nem? Talán megcsalt? Igen, a régi férjével. Őt öltem meg pár napja. Hú, a szarérzés, haver. Igen, nagyon szarérzés. Nagyon Hildé, kérlek, most menjetek. Nos, őrmester, mit akar tőlem? Megint szomorú feje lesz? Olyan, mint a mindjárt sírna. Mint a, nem tudom, hogy beboxoltak volna neki egyet, egy stílbakancsal, azt így elferdült a pofája. Kapott egy pörgőrugást az arcára. De ez a gyilkosság nem az én szívességem, hanem a mellettem lévő Tom tizedesé. Mondd el, mit akarsz, Tom. Ebben a börtönben van egy állat, aki majdnem megölte a kicsi lányomat. Kérlek, öld meg a kedvemért, és segítek, hogy 2,5 év múlva szabadulj innen. Nem is tudom, lehet. Majd később elmondom, oké? Oké, ma 17 órakor itt várlak. Jó. Szerintem futok pár kört a börtön udvarán, addig kitalálom, mit tegyek. Kocog. Kocogja a börtön udvarán. Nem az, hogy kocsog. Nem az, hogy kocog. Kocsogi a börtön udvarán. Meg üssem. Lá, nem. Ott van nála a gépegyver. Tehát ha megölöm, biztos mission failedet kapok. Ide nem jöhet be, tűnjön innen. Most rendőr vagy börtönőr? Jól van, na nyugi. Kicsit később jelenítette meg a checkpointot. Faszfej. Még faszfej. Na, itt vannak haverok. Cső! Nos, mit akarnak? Mit akartak? Na. Valami Tom tizedessel jött, és azt akarják, hogy öljek meg itt valakit. Hogy mi? Azt akarják, hogy ölj meg valakit? Az igen. Azt mondták, hogy utána 2,5 év múlva szabadulok. Remélem lesz itt egy időugrás majd második évadban. Nem vagyok híva gyilkosságokért. Aha, én sem vagyok odaérted, de ha jól mondja, kicsit megéri. Akkor oké, megölöm az illetőt. Hát már biztos a második évadban fogunk szabadulni. Szerintem biztos lesz ilyen időugrás majd. Legalábbis reményem szerint. Nos, megölöd nekem? Én inkább téged öllek meg. igen, megölöm, de csak egy feltétellel. És mi lenne az a feltétel, Devin? Hogy Esteban Jimenez és Glenn Peterson is akkor szabaduljon, mint én. Rendben van, na mondom ki is az illető. A neve Peter Jenk, a Nigaz vezetője. Egy mocskos állat. Hát látszik is büdös, mit a szar. Holnap 21 óra felé kapsz tőlem egy hangtompítós pisztolyt. Rendben van, de én most mennék. Jól van, viszlát, Devin. Hangtompítós pisztolyt? Börtönbe? Hú, az érdekes. Nem lenne egyszerűbb késsel vagy valamivel, hogy összeszurkálni az viszontlátás? Még késsel, hogy hangtompítós pisztoly, a fegyvert adnak nekünk a börtönbe, mondjuk ez menő, lelőhetem a többi rabot. Nos, Devin, ezen a napon fogod megtenni. Izgulsz? Kicsit, csak nem tudom miért. Nézzétek, ott vannak. Az ott Peter Jenk. Ő fog ma meghalni. Nem a kapu? Nem a izé? A narancsruhás? Hát nem, úgy néz ki. Jaj ne, láttak minket. Hát ti mi a faszt bámultak minket? Csak néztünk titeket, bár ez is baj. Igen, baj, 2 fehér és egy mexikói nem merjen rám nézni. Miért nem nézhetünk rád? Ki vagy te? A nagy főnök? Igen, én itt vagy... Én vagyok itt a nagy főnök. Ti meg a kis taknyosok. Csak vigyázzál, hogy ne ez legyen az utolsó napod a földön. Miről vakersz itt nekem? Tudod mit? Dögölj meg, na menjünk innen arcok. Hát ez megérdemli a halált. Na mindegy. Kicsit megyek lógna a mexikóiakkal, na csá. Én is megyek, szia. Pár perccel később. Na mit szeretnél, Devin? Az a fej! A lányáról szeretnék beszélni. gyönyörű meg minden, csak megcsalt engem, így már nem nagyon akarok vele együtt lenni. Értem, fiam, nem baj, én is ezt tenném. Az én Gracie-met nem erre tanítottam. Akkor elválsz tőle? Jaj, ő a feleségünk? Jó van, bocsánat. Ja, úgy megolvastuk, hogy házas a legelején, az előző részben. Rendben van, Devin, akkor válj el tőle. De most kérlek, menj el. Most szomorú a rendőrfő, most szomorú a börtönnek a izéje. Főnöke vagy milyen. Elválunk a feleségét. A feleségét a gyerekétől. Esteban Jimenez. Miért a fehérekkel nyomod, amigo? Nem tudom, csak úgy, néha kell a fehérekkel is lenni. Dögölj meg! Basszus, nyakon szúrt minket! Á, segítség! Basszus! Kicsit változott a terv, késsel kell megölnöd, tessék, itt van. Na, azért mondom. Rendben, akkor ma 22 órakor megölöm. Biztos a főnök nem engedte. Kérlek, segíts, te vagy Esteban haverja, Peter éppen gyilkolja. Hogy mi van? Ne, nem várhatok, most ölöm meg. Öld meg Petert. Na gyere, szétszurkállak. Mi van? Mi van? Megkősellek, nigger. Te, na mi van? Hogy ízlik? He? Ó, hát az már meghalt. Úgy néz ki, hát az már elvérzett. Te, gyere! Ez az. Ó, na úgy a nyakába. Ne, elkéstem. Sajnálom, Esteban. Ó, basszus, meghalt a barátunk. Ah, francba. De ezt a rohadékot legalább megöltük. Öj, ott a pénze, azt vegyük már fel. Köszönöm, hogy játszottál a Rossz út első évadjával. A történet folytatása a második évadban folytatódik, ami 13 részből fog állni. Csak annyit akartam, és még egyszer köszi, hogy játszottál a pályáimmal. 13 rész. Hát én 2 vagy 3 rész látom feltöltve látni a második évadból. Lehet, hogy én gondolom rosszul, vagy úgy van feltöltve, az is ilyen archívumban, csak úgy van így ketté osztva, vagy nem tudom. Na mindegy, majd ez utólag ki fog majd derülni. Na hát, fiúk, lányok, ez volt a Rossz út első évadja. Hát, mit mondjak? Szerintem ez egész klassz kis sorozat. Bár így ez a börtönös rész egy cseppet laposabb volt, mert túl sok bejátszás volt. De így a vége felé egy cseppet bepörögtek a dolgok, úgyhogy... Én azt mondom, hogy ez egy egész jó kis sorozat. A Desire of Mission-nél szerintem fogom is majd értékelni a sorozatot. Tehát lehet ott pontozni így csillag alapján, szóval szerintem majd be is fogom csillagozni. Hát én azt mondom, nem tudom, hogy hány csillag van amúgy a Desire of Mission-nél, hogy 5 csillag van talán? Talán azt hiszem maximum 5 csillagot lehet adni egy küldetésre. Hát én szerintem az 5-öt, szerintem minimum a 4-et, de az is lehet, hogy az 5-öt is meg fogom adni rá. Na, köszönöm szépen, hogy végignéztétek, remélem, ha tetszett. Ha igen, akkor lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel a csatornámra, mert a jövőben is lesznek még ilyen videók. Folytatjuk majd a második évaddal, meg a többi évaddal. Azt hiszem van 3. meg 4. évad is, ha minden igaz. Legalábbis én úgy emlékszem rá, volt az első, második, harmadik, negyedik is van, úgyhogy a többi évadot is ki fogjuk majd játszani idővel. Na! Köszönöm, hogy itt voltatok, és sziasztok!